Tavalyig nem létezett olyan törvény, amely a trianoni határokon kívül rekedt magyarságot bármilyen formában is kárpótolta vagy elismerte volna, mondta Répás Zsuzsanna. 2010. június 4-én viszont a Magyarországgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozásról szóló törvényt. Nem a múltba révedés és a sebeknek az újból és újbóli feltépése a fontos és a megoldás, hanem az, hogy a jövőbe tudjunk tekinteni, és én hiszek abban, hogy a békediktátum okozta tragédiából is lehet erőt meríteni, hiszen maga az a tény, hogy 90 évvel a trianoni békediktátum után mi máig élő eleven közösségek vannak a határon túl, és meg lehet élni szabadon a magyar nemzet összetartozásának az érzését. Maga ez a tény egy olyan dolog, amiből igenis erőt meríthetünk, és tovább építkezhetünk a jövőben. A napot iskolai emléknappá nyilvánították, valamint elindították a Határtalanul projektumot, hogy minden magyarországi iskolás eljuthasson egyszer a határon túlra, és rendszeres kapcsolat alakulhasson ki a magyar ajkú gyerekek között. Az első évfordulóját ennek a napnak, az első alkalommal, hogy megünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját, ünnepélyesen el is indítjuk ezt a programot, és a szombati nap a Budai Várban, a Szentháromság térről fognak először az első gyerekcsoportok elindulni ennek a programnak a támogatásával a határon túli osztálykirándulásokra. Szabadkán rendkívüli állampolgársági eskütételt szerveznek a magyar főkonzulátuson, a holnap délutáni ünnepi eseményen részt vesz Kövér László, a Magyarország gyűlés elnöke is.